Megy. Hát egy nagyon szép napot kívánok valamennyünknek. Hát akkor hogy van, hogy nekünk a kis, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl, és most nagyon közelivé váltak, akik távol voltak eddig. Van öt fantasztikus vendégünk. A négy drága hölgy a Vajdaságból. Onnan? Palics. Ludas. Királyhalom. És Izabella, Ildikó. Beáta. Timi. És csak ezért jöttek Budapestre. Tényleg őrültek. Hálásak vagyunk, hogy itt vagytok, és nem tudom, és István is itt van, és ő pedig innen a szomszédból, a szomszédházból, azt gondolom. De jó. Mondtam Istvánnak, hogy voltak már nálunk Dél-Amerikából is, de innen a szomszédháztamban még soha. Úgyhogy hálásak vagyunk egy csomóan. Mit szólnátok, ha imádkoznánk egyet kezdésnek? Mennyei Atyánk, alig akarjuk elhinni, mennyire erős vagy, és mekkora a szereteted irántunk. Köszönjük az életünket, barátságainkat, hogy egyáltalán tudhatjuk, hogy mi az a barátság. Egyáltalán valami fogalmunk lehet a szeretetről. Köszönjük, hogy összekötsz bennünket. Hogy ajándékozol bennünket egymásnak. És hogy olyan hatalmas gazdagság van benned. Valaha semmit sem tudtunk rólad. És köszönjük, hogy beléptél az életünkbe. Az életünk részévé váltál. És valami nagyon fontos üzeneted van a számunkra. És köszönjük, hogy van az eredményes élettalálkozó. Ezt te viszed előre, és köszönjük Sanyit. Mindenkit, aki ebben részt vesz, és hogyha hallgatod és nézed, akkor ugyanúgy részt veszel benne. Köszönjük Jézus, és áld meg a mai napunkat, ezt a rövid gondolatot, aztán Sanyi üzenetét, kedves vendégeinket, te drága nevedben. Ámen. Az egyik legnagyobb ellenségünk, már volt szó saját magunkról, de aztán eszembe jutott idefelé, jövett még valami. Mit gondoltok, mi nagy ellenség még? És persze nyilván ezzel lehet vitatkozni, de mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy a megszokottság? Tudjátok, mit csinálunk, amikor megszokottak vagyunk valamivel? Leárazunk valami nagyon drágát. Tudod, csak óvakodj, hogyha te akarod beárazni a dolgok értékét. Vagy óvakodj attól, hogyha egy másik embernek az értékét te szeretnéd megmondani. Mert az életünket csak annyira megkeseríti a megszokottság. A kapcsolatainkat, beszélgetek egy emberrel, és azt mondom, ő csak, tudod, kukás mellény van rajta, ő csak valaki, aki szedi össze a kukákat, ő csak a feleségem, már 10 éve együtt vagyunk, nincs feleségem, de csak így eljátszok a gondolattal. Á, már 10 éve együtt vagyunk. Tehát reggel felébredsz, magad mellé nézel, csak ő az. Semmi baj, csak ő az. És aztán így is bánok vele. És így rengetegen így éljük az életünket, igaz? És aztán van ez a könyv, ami azt mondja, ami óvaint a megszokottságtól, ami beárazza, újraárazza az életünket, újraárazza az embereket, a kapcsolatainkat, talán még a gondolatainkat is, a hozzáállásunkat az élethez, és azt mondja, hogy figyelj, minden nagyon drága. Minden és mindenki nagyon drága. Azért, mert ez az egész rólam szól. Isten azt mondja, hogy az egész élet rólam szól. És ugyanígy lehetünk megszokottak keresztényként, hogyha éppen a könyv embere vagyok.
És azt mondom, ja, ez csak a Biblia. Hát, ja, ez a krónika. Ja, igen, ezt már olvastam. Aha. Valakivel beszélgettem, egy lelkipásztor a következőt mondta, hogy hol kezdődik a bukás. Ott kezdődik a bukás, amikor a Biblia alapvető igazságait már megszokottként kezeled. Tudod, a Isten gyermeke vagy. Ez a Bibliának az alapvető igazsága. Isten gyermeke vagy, 1 Mózes 1.26. Isten a saját képmására teremtett téged. Mekkora az értéked szerinted? Hm? Tényleg tudom úgy élni az életemet, hogy reggel felkelek és azt mondom, hogy nem a véletlen műve vagyok. Nem egy véletlen baleset vagyok, hogy pásztor Kende mondta, hogy villám belecsapott valami ős katyvaszbaj, és aztán hosszú évmilliárdok után itt vagyunk mi, és az élet legmélyebb kérdéseiről gondolkodunk. Vagy azon tűnődünk, hogy kéne beáraznunk egy másik embert. Mert hogyha a villám tényleg belecsapott abba az ős trutyiba, és azoknak vagyunk a véletlen melléktermék, akkor nincs értelme egymást árazgatni, mert egy fillért se érünk. Oké? Okay? Egy fillért se érünk. Nincs értékünk. Nincs. De Isten azt mondja, hogy végtelenül értékes vagy, mert az én képemre és hasonlatosságomra alkottalak. És aztán mondok még valamit, hogy akkora bajban voltál, hogy el kellett jönnöm érted. Eljöttem érted. Felvettem egy emberi testet, és tudtam, amikor megteremtettelek, az első pillanattól tudtam, hogy ezt meg kell majd tennem. Megszokott tudok lenni ezzel a gondolattal? Van ebbe bármi vallásos? Ez egy megmentési történet. És mi megszokottak vagyunk vele. Úgy értem, hogy ott van a kereszt, minden út kereszteződéssel látom, a pásztor erről prédikál, a templomokban ott van Krisztus a kereszten, vagy egy üres keresztet látsz, vagy magát csak a templomot. Megszokott vagyok az egésszel. Nem, várj, nem értetted meg ezt az egészet. Csendesítsd le a szíved, és mondd azt, mondd ki magadban, hogy Isten emberré lett, és odaadta értem az életét. Ez az én életemnek az értéke. Isten árazott be engem. És azt mondta, hogy te annyit érsz nekem, Izabella, csak ha te lennél egyedül bukott ember a világon, vagy beszéltünk rólam is, tudod, akkor Isten azt mondja, hogy csak Izabelláért eljövök. És csak érte odaadom az életemet, és feláldozom magam. És aztán mi az értéke annak, hogy Isten nem ment szabadságra a kereszt halála után, hanem azt mondta, hogy az igazi befektetés még csak most következik. Mert én elmegyek, és eljön helyettem Isten harmadik személye, Szent Szellem, aki valójában én vagyok. Nem tudom jobban elmagyarázni neked, hogy teljesen megértsd, hogy ki vagyok, hogy kik vagyunk, hogy ki vagyok, hogy kik vagyunk. Nem fogod tudni megérteni, de szeretném megmutatni neked a szívemet. Nem kell, hogy mindent érts. A legfontosabb dolgokat érteni fogod. És miután én elmentem, egy hihetetlen munkát fogok elvégezni, aminek a gyümölcsei itt ülnek, meg itt áll, teljesen mindegy, fordítva is lehetne. Oké, nem vagyok semmivel jobb, egy nyomorult fickó vagyok, akit Isten szeret. Nincs sok különbség. És Isten azt mondja, hogy az igazi munka most kezdődik benned. Mert először hallottál rólam, aztán olvastál rólam, aztán érintettél, János 1.14, az ige testé lett, és köztünk lakott, és meg tudtuk érinteni Istent. El tudjátok képzelni, hogy Júdás megszokott volt Jézussal? Figyelj, ott van Isten, együtt esztek, itt ül melletted. El tudod képzelni ezt a jelenetet? Mondom, esztek egy asztalnál. És egyszerre nyúltak a tálba, hogy bemártsátok a kenyeret. És a kezed hozzáér, úgy értem Isten kezéhez, a te kezed, és a vállad, amikor együtt alszotok a padlón, az ókorban így aludtak sokan egy házban. Nem egy házban, hanem egy házban. És a padlón, amikor este megfordultál, akkor a vállad hozzáért Istenéhez, és hallottad Istennek az egyforma szuszogását, ahogy alszik. Ki ez a férfi mellettem? Aj, ő csak Isten. Tudod, hogy annyira elvétjük az életnek a lényegét, a megszokottság megrabol bennünket. De állítsuk helyre az értékét a dolgoknak. Állítsuk helyre először az értékét Istennek. Oké? Okay? Ha helyreállítod az értékét Istennek, és ha a Biblia egy drága dolog lesz neked, ami igazán beáraz, akkor azt fogod mondani, hogy
látom Isten értékét, és pontosan emiatt látom az összes többi embernek az értékét is, és ez kategóriákat fog javítani a kapcsolatainkon, azonnal, úgy értem, azonnal. És Isten ott dolgozik benned. Hallottál róla, olvastál róla, érintetted, és aztán benned van. Oké? Ha elfogadtad Jézus, mint a megváltodat, akkor Isten benned van. És aztán Isten bennem van. Így kelek fel reggel. És átadom a szót Sanyinak, csak szeretnék olvasni a Szentírásból 3 vagy 4 verset. Oké? Hogy lássuk mindennek az értékét. Jó, a sötétség, és most a Csiát fogom olvasni, Csia Lajos fordítást, ami a legközelebb áll a görögökhöz. Sokszor még a nyelvhelyesség kárára is ragaszkodik, még az ige időkhöz is, ugye zseniális. Ő a sötétség fennhatóságából, Jézusról beszél, ő a sötétség fennhatóságából is kiragadott minket, és áthelyezett szeretett fia királyságába, aki által a megváltás és a vétkek bocsánata is birtokunká lett. Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtésben az első szülött. Mert benne teremtettek mindent a mennyekben és a földön, láthatókat és láthatatlanokat, a trónokat, az urasságokat, a fejedelemségeket és a fennhatóságokat is. Ő rajta keresztül és ő végette teremtették a mindenséget, és mindenek előtt való, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek is, az egyháznak, ezek mi vagyunk. Ő a kezdet, a halottak közül az első szülött, hogy mindenben ő járjon elől. Mint hogy az atya úgy látta helyesnek, hogy benne lakozzék mindaz, ami a teremtést betölti. Miután a keresztről lehulló vérével békességet szerzett rajta keresztül, engeszteljen ki mindent magával. Rajta keresztül azokat is, amik a földön, azokat is, amik a mennyekben vannak. Titeket is, kik egy időben elvoltatok idegenülve, ezek mi vagyunk, kiket ellenségekké tett a rossz munkákban megnyilvánuló gondolkodásmód, most hústestében a halálon át kiengesztelt, hogy majd szentül, kifogás és vád nélkül állíthasson maga elé. Sose legyél megszokott azzal, hogy Isten tisztának lát és teljesen elfogadott, és a mennyben készített neked helyet. Megbékélt veled, szeret téged, és semmit sem vár el tőled, csak azt, hogy higgyél benne. Hogy lásd az ő értékét. Amen. Drága Sanyi. Ez micsoda gondolat, igaz? Sziasztok még egyszer, hogy muszáj, hogy egy picit visszhangozzam, amit mondtál, Ernő, hogy annyira megtanultunk magunkra nézni. Tehát mindent, amit értékelünk, mindent, amit mérünk, azt úgy értékeljük és úgy mérjük, hogy magunkat nézzük. A magunk teljesítményét, magunkat méricskéljük, magunkat értékeljük. És hogyha látunk valamiféle erényt magunkban, ha látunk valamiféle teljesítményt magunkban, ügyességet, jóságot, szépséget, nem tudom, akkor hajlamosak vagyunk felmenteni magunkat, hajlamosak vagyunk pozitívan gondolkozni, reménytelinek lenni. És abban, amit mondtál, Ernő, csak ez visszhangzott bennem, hogy ez nem így van. Úgy értem, minket nem a saját teljesítményünk mér meg. Téged nem az mér meg, amit te vagy, amit te teszel, amit produkálsz, amit te látsz magadon, hanem téged a teremtőd mér meg. Az, amit Isten tesz, tett, amit ő lát benned, amivé ő tett téged. Ez az egyetlen valódi, az egyetlen helyes viszonyítási rendszer. Amikor magamra nézek, és magamat értékelem a saját elveim, a saját igazságom szerint, vagy akár a Bibliából kiragadott értékmérőkkel, a 10 parancsolattal, vagy bármivel, tévedek, hibázok, mert nem én vagyok a
mérő, hanem Isten a mérő. És ő pedig egyetlen egy dologra figyel, egyetlen egy dolgot vesz igazán számításba, mégpedig Jézus Krisztust, amit ő tett, saját magát. És ez jutott az eszembe, hogy amit Jézus tett, értünk, hogy megigazított téged. Alig merem kimondani ezt a szót, ugye Róma 3, hogy megigazított minket. Igazzá tett minket, ahogyan ő igaz. Ez ilyen hihetetlen, tudod? Tehát, hogy milyen a jogállapotod most, a mennyei jogállapotod? Ha odaállnál a menny kapujába, hogyan kergetnének el? Menjél már innen! Hát ki vagy te? Húzás! Hátra, arc, indulj, és tudod, hogy hajtanának el? És a válasz pontos volt, sehogy. Az őrök vigyázba állnának. Már amikor távolról közeledsz, sorfal nyílna, valószínűleg követség érkezne eléd, mert Isten örököse, Isten egyik fia, leánya megérkezett. Ezt érted? Igaz vagy, mint ahogyan Jézus Krisztus igaz. És hogyha nem vagy igaz, ha nem vagy bevégzett, ha nem vagy teljes, akkor ezt kiszúrta el. Mutatsz magadra. De nem. Nem. Nem, mert nem számít, hogy mit csinálsz. Kicsit szélsőséges vagyok. Alapvetően a helyzeti igazságodat tekintve nem tudsz hozzátenni, és nem tudsz elvenni belőle. Hogy értem, legyél te a legrosszabb hívő mindannyiunk közül, akkor Pállal fogsz versenyezni, mert amúgy ezt a titulust ő magának tulajdonította. De mondjuk azt, hogy Pált lekörözöd. Jézus bevégzett munkáján mennyit csorbít a te tökéletlenséged? Semmit. Ezt érted? Ezzel kezdtem. Annyira megtanultunk saját magunkra nézni. Annyira megtanultuk a dolgok értékelésénél a magunk véleményét, a magunk igazságát magunkra viszonyítani. És akkor én nézem a saját elképzelésem szerint önmagamat, és a saját elképzelésem szerint önmagamra nézve önmagamról hozok egy ítéletet, és aszerint élek. És akkor Isten így bekopog az univerzumunkba, és megkérdezi, hogy ha-hó, van ott valaki? Nem feledkeztetek meg valakiről? Ugyan kiről? Mondjuk rólam. Mondjuk arról, hogy én vagyok minden dolgok mértéke, arról, hogy az én szavam az, amely az első betűtől az utolsóig teljesül, és amely a valóságot meghatározza, nem a te szavad, hanem az enyém. És a te szavad és az én szavam nem fedi egymást, akkor kitéved. És kinek van igaza? És a lelkünk mondaná, hogy te tévedsz, Isten, és nekem van igazam, mert itt. De nem igaz, mert pont fordítva van, mert én tévedek, Uram, és neked van igazad. És hogyha te nem vagy bevégzett, akkor Isten elszúrt valamit. Ide akartam kiukadni. Akkor a bevégzett munka bevégzetlen. Akkor Krisztus a kereszten elszúrta. Amikor legközelebb úgy gondolsz magadra, hogy nem vagy teljes, hogy nem vagy bevégzett, hogy amikor legközelebb elégedetlen vagy magaddal, amikor legközelebb gondod van magaddal, kérlek szépen állj oda Jézus Krisztus elé, kis ujjadat így nyújtsd ki egyenlőre, pontosan bele az arcába, és mondd neki, hogy elszúrtad. Hányan tudjátok ezt jó szívvel megcsinálni? Akkor kinek van igaza és ki téved? Mert épp magadról mondtál egy elmarasztaló ítéletet, a saját igazságod alapján önmagadra nézve, önmagadat ítélve. És figyelmen kívül hagytad azt, amit Jézus Krisztus a kereszten csinált. És jó élesnek lenni. Vagy ő hazudik, vagy te. Vagy neki van igaza, vagy neked, ha csak nem mondjátok ugyanazt. És ő azt mondja, hogy igaz lettél, elfogadtalak. És milyen csodás volt az idézet. Jó ez? Ez engem nagyon épít.
ez rajtam segít, mert én is versenyzek a legrosszabb kereszténynek járó pálmáért. Tudom, hogy többen vagyunk, ott hajtunk, futunk a célegyenes felé. Szabó Petivel nyomjátok elő, jól van, jól van. És értem én ezt, tehát értem, amit ilyenkor a szívünk mond, mert létezik egy olyan, hogy tapasztalati megszentelődés, létezik egy olyan, hogy nézek Krisztusra és átformálódok hitről hitre, és a szívem megváltozik, a meggyőződéseim megváltoznak a gondolataim, megváltoznak a szavaim, és megdöbbentő, alig merem kimondani, de megváltoznak a tetteim is. És egy ponton tényleg, tehát például Ernővel még sose vertük meg egymást. Pár évvel ezelőtt biztos lett volna bunyó is. De most kicsit viccelek, de értitek, tehát hogy tényleg van egy átformálódás, de az átformálódás belülről kifelé jön. És azzal kezdődik, hogy én igazat adok Istennek rólam. Hogy elkezdek magamról, a világról, mindenről azt szerint gondolkozni, ahogy ő gondolkozik. És létezik egy ilyen nagyon ostoba sztereotípia, hogy amikor önostorozó vagyok, akkor szent vagyok. Amikor szigorúbb vagyok magammal, mint ahogy illene, akkor az biztos jó. Nézd meg, Uram, hogy én mennyire igyekszem jó kereszténynek lenni magamat is. Nézd meg, egész nap ostorozom, hogy rossz vagy, nem vagy elég szent, nem olvasod eleget a Bibliát. Hát nem csinálom jól, Uram, hát nem látod, hogy milyen buzgó vagyok? És valamiféle perverz módon azt gondolom, hogy ez az igazságtalan önítélet, mert igazságtalan, mert figyelmen kívül hagyja Krisztus igazságát, ez valahogy szentebbé tesz engem, vagy jó pontokat hoz valahogy Isten előtt. Nem tudom, hogy csináltatok-e már valaha ilyet, én már csináltam. Miközben ez csak egyszerűen büszkeség, ez csak egyszerűen figyelmen kívül hagyása annak, amit Isten mondott. Mégpedig az, hogy én kifizettem, és szabad vagy. És szent vagy, ahogyan én szent vagyok, hogy tiszta vagy, ahogyan én tiszta vagyok, hogy csak a lábadat kell megmosni, mert az egész tested már tiszta. Hogy olyan kapcsolatom van veled, nekem, Istennek, mint amilyen az Atyának van velem. Mert úgy szeretlek, ahogyan az Atya szeretett engem, János 15:9. Értitek? Ha alázatos vagy, ha azt mondod, hogy én tévedek, és Istennek igaza van, és az én gondolataimat Isten gondolataihoz igazítom, akkor nem ócsárolhatod magad. És semmiképpen nem gondolhatod magadról azt, hogy amikor ócsárolod magad, akkor azzal valami jót teszel. Hazuggal teszed Istent, mert ő nem ezt mondja rólad. Ő azt mondja rólad, hogy megigazítottalak, hogy a szemem fénye vagy, hogy egy nap a jobbomon fogsz ülni a trónon. Ezt az Atya mondja, és tényleg ott fogunk ülni Krisztusban. Hogy aztán Krisztus mellett ki fog ülni, azt nem tudom, azt ő se tudja, majd azt az Atya tudja, de hogy mi mind az Atya jobbján leszünk, az tuti Krisztusban. Úgyhogy az egyik legnagyobb feladatom nekem is megtanulni, hogy ki is vagyok egyáltalán. Ki vagyok én egyáltalán? Nem vagyok akárki. És nem attól vagyok valaki, hogy például, hogy itt állok. Vagy, hogy mit csinálok, vagy az semmi. Az semmi. Mi? Ez lesz a címe. Rómaiakhoz írt levél 1:8. De ahhoz, hogy értsük, el kell olvasnunk 1:1-től. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által szent iratokban előre megígért az ő fiáról, aki teszt szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig Isten halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, a mi Urunk által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Krisztus Jézus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek. 2. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Ugye azt mondtuk, hogy ez a szöveg a római levél első bekezdése, ha lehet így mondani, első hét verse, rajzolja meg azt a koordinátarendszert, amiben aztán az egész későbbi római levelet olvasni lehet és kell. És azt hiszem, hogy mennyi, 4 alkalom alatt jutottunk át ezen? Mert lassúak vagyunk, de azért is, mert nagyon sokat mond itt. Tehát olyanokat mond, amik fölött, ha elsiklasz, nem szabad. Ugye csak az utolsó gondolat, hogy mind azoknak, akik Rómában vagytok. Róma ugye az akkori, mondjuk így, második világháború, Berlin. Oké? Náci Németország fővárosa. Mind azoknak, akik Berlinben vagytok. Hogy? És ki kéne sípolni, amit mi kívánnánk nekik. És persze a szentekhez beszél, de akkor is Rómába ír. Jó a hasonlat, Ernő, mondd meg nekem. Az akkori kor gyakorlatilag hát elnyomó hatalmának, a zsidók által gyűlölt bitorlóknak, a rómaiaknak a fővárosába, Rómába írt. Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, és persze hívőkről beszél. És feltétel nélküli ez a kategorizálás. Ha hittél, mert erre hívott mindenkit, hitre és engedelmességre, ha hittél, akkor Isten szeretettje vagy, és elhívott szentje. Mi van, ha nem hittél, akkor nem vagy Isten szeretettje? Isten azokat, akik nem hisznek, nem szereti? De őket is szereti. Őért, amikor olvastuk Róma levélben, hogy amikor Krisztus meghalt, mindenkiért meghalt. Mindenkit megigazított. Brutális. Azt mondja, hogy mindenkit. Isten nem válogatott. Úgyhogy a koordinátarendszer rajzolódik. Azt mondja, van egy üzenetem a számotokra, és utána imádkozunk. Nagyon figyeljetek, Isten üzent nektek valamit. Én üzenek Istentől, írásba adom. Figyeltek? Összekaptátok magatokat? Istennek mondani valója van a számotokra. Figyeljetek! Kegyelem és békesség Istentől. Ez az üzenet. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úgyhogy arra kérünk, mennyei atyánk, hogy adj nekünk ma, beszélj hozzánk. Mert ha te nem szólsz hozzánk, akkor csak üres beszéd, csak üres szavak lehullanak a földre, nincs hasznuk. De ha te megszólítasz minket, akár itt vagyunk ebben a teremben, akár vezetünk valahol egy autót éppen, akár hallgatunk egy anyagot mosogatás közben, vagy épp futunk egy hanganyagot hallgatva futás közben, mindegy, hol vagyunk. De ha te szólsz hozzánk, akkor életet találunk. Ha te szólsz hozzánk, a szavaid meggyógyítanak. Arra kérünk, hogy szólj hozzánk. Ezért vagyunk itt. Miattad vagyunk itt. Hogy az a megszokottság, amiről Ernő beszélt, eltávozzon. Hogy frissek legyünk veled. Hogy halljuk a te beszédedet. Hogy lássunk téged. Hogy erős legyen a kezed rajtunk. Hogy a szívünk benned reménykedjen, hogy beléd kapaszkodjunk, hogy benned bízzunk, hogy rád támaszkodjunk, hogy ne legyen más Istenünk rajtad kívül, mert olyan sok Isten van a mai világban, de nekünk ne legyen Istenünk rajtad kívül. Add ezt nekünk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. 1:8. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért. Ez az első gondolata Pálnak, amikor a római szentekre gondol. Az első gondolata az micsoda? Az micsoda? Gondom van veletek. Gondom, nem vagytok még teljesen, gondom van veletek. A vallásnak többnyire ez az első gondolata, hogy gondom van veletek, hogy egy vallásos prédikáció arról fog beszélni, hogy mit kell másképp csinálnod. Szedd össze magad. Itt az ideje. Úgy értem, rendesnek kell lenni. Rendes vagy?
meglátjuk, mennyire vagy rendes. De Pál nem. Pál nem. Pál ismerte a bevégzett munkát, olyan mélyen ismerte Isten szívét, hogy az ő koordináta rendszere, az ő gondolkodás módjában nem az emberi igazság volt, a mi igazságunk, ahogy mi ítélünk teljesítmény alapján, ítélünk látás által, ítélünk Isten igazságát figyelemen kívül hagyva, hanem az ő koordináta rendszere az Istené volt, a bevégzett munkáé. Hogy ő, Jézus Krisztus egyszer mindenkorra megtisztított minket, egyszer mindenkorra megszentelt minket, egyszer mindenkorra kifizette. És ha így van, ha minden rendben van, ha minden kész van, akkor mi marad nekünk? Akkor mi marad Pálnak? Akkor mi marad Pálnak? Ugye emlékeztek, a római katolikus egyház használja ezt az igét, ugye Péterrel, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Most nem erre a részre akarok kitérni, hogy most ki a kőszikla, Péter vagy inkább az, amit ő mondott, mégpedig azt mondta, hogy te vagy Jézus, te vagy Isten fia, te vagy a messiás, mert szerintem ez az a kőszikla, amire aztán ki építi kinek az egyházát? Jézus építi az ő egyházát. Ugye, tehát ki építi? Pál építi az egyházat? Te építed az egyházat? Én építem az egyházat? Ki építi az egyházat? Oké. A másik, hogyha építünk is valamit, kinek az egyházát építjük? Ez a standard kérdés egy lelki pásztorhoz. Te építed a te egyházadat? Vagy te építed Krisztus egyházát? Vagy Krisztus építi a te egyházadat? Vagy inkább úgy van, hogy Krisztus építi az ő egyházát? És itt idézve ez utóbbit látjuk. De ha Krisztus építi az ő egyházát, egy bevégzett munkának a keretében, úgy értem, ahol ő mindent elvégzett a kereszten, akkor mi marad nekünk? Akkor mi marad nekünk? Akkor mi marad nekünk? A hála marad nekünk. Hálát adok. Rád gondolok, és mit mondok? Jó, hogy eljöttetek. Akkor itt a végén leülünk, és egy-két lényeges részletet átbeszélünk. Csak hogy minden rendben legyen. Meg se fordul a fejemben. Ha leülünk beszélni, az jó, de mi lesz a szívemben? Mi van a szívemben? Hála. Hála. Hogy értem Krisztus építi az ő egyházát. És ez megint az alapvető koordináta rendszernek egy része. Mert mi miben gondolkozunk? Te reggel fölébredsz és ránézel az életedre, és azt mondod, hogy hálás vagyok, mert Krisztus ott van az életemben, és építi az én életemet, hogy ő rendezi a holnapomat, hogy ő hozza a kihívásokat, a próbákat az életembe, amiket teljes örömnek tartok, hogy ő az, aki a jó munkát, amit elkezdett, azt arra napra be is végzi. Úgy értem, egyfajta megelégedettség, békesség van bennem, amikor reggel fölébredek és magamra nézek. Ezek. Vagy előkapok egy nagyítót, egy ilyen nagyító, és elkezdem vizsgálgatni. Ha tudod, és elkezdem méricskélni magam, megint hogyan? A saját igazságom alapján saját magamat. És egyetlen egy feltételt mond, mert mondd egyet utána. Tehát, hogy miért hálás? Azt mondja, először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért. Még egy picit itt megállnék. Hogy ad ő hálát mindnyájunkért? Jézus Krisztus által. Ez mit jelent? Lehet, hogy ez mit jelent? Súgjál. Jézus Krisztus által. Nem tudom pontosan, hogy mit jelent, de az garantáltan jelenti, hogy ha valaki Jézus Krisztusé, hogyha valakit Krisztus megigazított, mint ahogyan ő igaz, ha valakit Jézus Krisztus szeret, mint ahogyan az Atya szerette őt, akkor nekem más nem maradt, csak hála az a felé, az ember felé. És persze
a szeretetnek, amely megvan bennünk, annak van néha intése, van feddése, van egy befektetése, van egy törődés. Ugye a barátoktól kapott sebek, hogy van kedvesebbek, mint az ellenség dicsérete, vagy valami, és most nagyon szabadon. De a gondolat megint ez, hogy Jézus Krisztus által, hogyha Jézus Krisztus a középpont, ha az ő bevégzett munkájában vagy, akkor nekem csak a hála marad. Akkor a hála marad. Olyan uncsi ez, nem? Mindig csak Jézus Krisztus újra meg újra mondogatod, és mondjad már, hogy mit kell csinálni. Ez voltam én a hitéletem első 3 évében. De az első fél évben garantáltan. Ugye két dolog, ja nem, az főleg ezért az egyére, egy idő után már kitértek előlem, mentem a Gyüriben is, pásztor meglátott, és rögtön dolgatámat, kicsit viccelek, mert Sanyi mit kérdezett mindig, de akkor mit kell csinálni? És mindig ugyanazt mondták, higgy Jézus Krisztusban. Higgy benne, és higgy neki. Tudd meg, hogy ő hogy gondolkozik. És ez uncsi egy kicsit? Hát, hogyha nagyon akarsz csinálni valamit, és attól nagyon remélet, hogy változik valami, akkor uncsi. De ha a valóságban akarsz élni, akkor ez az egyetlen, ami van neked. Érted? Nincs egyebed. Nincs egyebed, mint az, amit Jézus Krisztus megtett, érted? Nem tudsz hozzátenni, és nem tudsz elvenni belőle. De ha ezt egy ponton megérted, akkor békességet találsz, akkor révbe érsz, akkor beteljesülésre jutsz. Mert minden, ami teendő, az meg lett téve, az elvégeztetett, és nincs mit hozzátenni. És aki ezt megtette, az maga a mindenható Isten. Úgyhogy elfogadhatod magad, megnyugodhatsz, és mint elfogadott és megnyugodott ember kezdhetsz el cselekedni. Ne azért, hogy elfogadjanak, hanem mert el vagy fogadva. Nem azért, hogy válj valakivé, hanem mert már vagy valaki. És az, aki vagy, és amennyire el vagy fogadva, az megérinthetetlen. A tetteid nem tesznek hozzá, és nem vesznek el belőle, a tetteid jó esetben kifejezik azt, aki és ami vagy. És mert Isten igazzá tett téged, mert az ő szeretetje vagy. Lehet, hogy könyvet fogsz írni, lehet, hogy sikerre viszel egy vállalkozást, lehet, hogy elmondod egy embernek, hogy létezik egy eredményes élettalálkozó nevű cucc, és annak van egy weboldala, és figyelj, hallgass meg azt a hanganyagot, és annak az embernek megváltozik az élete. Lehet, hogy meglátogatsz egy árvát valahol, lehet, hogy segítesz valakinek, lehet, hogy tudod, dürhamot kapsz, De mert Krisztus szeret téged, elfojtod, és nem téped le a másiknak a haját. És tudod, lehet, hogy ezt mondtuk, lehet, hogy vonaljegyet lukasztasz a villamoson. És az egy hőstett lett, egy hitbeli cselekedet lesz, mert lyukasztottál. Miért? Mert azt mondtad, hogy én igaz ember vagyok, és az én nevem fel van írva a mennyben. Nem méltó hozzám, hogy blicceljek. Bár nem olyan rossz, de nem méltó hozzám. Én most hitben fogom magam, előveszem, talán csak vonaljegy. Mennyi? 3,50? Már 4,50? Akkor megéri. Akkor vissza az egész. Azt már nem éri meg. Mit tudom én, mennyi a vonaljegy ára? Oké, fogom a vonaljegyet, és csak így egyszerűen fogom, cacak. Tudod, és aztán nem is dicsekszem vele, csak zsebre teszem, és szép csendben megyek tovább. És a mennyben följegyezték, Kálmán Ernő vonaljegyet váltott, és lyukasztott a 18-ason. Hitből. És kérdezted, hogy miért jegyzik ezt föl a mennyben, igaz? Azért, mert Ernő ezt azért csinálta, mert tudja, hogy Jézus Krisztus szereti, és elfogadja őt feltétel nélkül. Mert ez a gyümölcse, a következménye annak, amit megtanult, hogy ő kicsoda Istennel. Nem azért lyukasztott. Ha azért lyukasztott volna Ernő, hogy Isten elfogadja, mert jónak kell lenni, akkor azt fölírnák a mennybe. Azt elfelejtenék abban a pillanatban. Jelentéktelen emberi teljesítmény, aminek semmi haszna. Van egy gondolkodásmódunk, ami annyira... Értitek? Annyira nem mennyei, de annyira miénk, hogy nagyon nehéz vele szakítani.
Úgyhogy olvassunk tovább. Azt mondja, hogy van egy dolog, oké, amit itt mégis megemlít. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mi izgatta Pált? A hitünk. A hitünk miben? Hát a hitünk abban, amit Jézus Krisztus csinált. A hitünk az evangéliumban. Ne feledjétek, hogy ez a korai egyház időszaka, ugye a keresztényeket akkoriban még szektásoknak nézték. Nemrég feszítették keresztre Krisztust, azért ölték meg, hogy ez a kereszténység nevű mozgalom, ez véget érjen. Az akkori vallásos uralkodó osztálynak ez egy, ugye ez szörnyűség volt, ez egy istenkáromlás volt, ez valami, ami a régi ősi rendet felborította. Nem látták, nem értették, hogy Jézus a messiás. És aztán kereszténynek lenni a korai egyházban igazából egyetlen egy dolgot jelentett. Nem mint most, hogy te miben hiszel, hiszed-e ezt a tant, vagy hiszed-e azt a tant. A farizeusok voltak tele tanokkal, ők ismerték a Bibliát, úgyhogy átütötted az első oldalt, és megmondták, hogy milyen szavakat ütött át a következő oldalakon. A fiatal egyház az első század keresztényeinek a kereszténység erről szólt, Jézus Krisztus Isten fia. Meghalt a bűneinkért, és feltámadt a harmadik napon, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Amikor ők hittek valamiben, akkor nem egy vallásban hittek, hanem egy történelmi tényben, amely éppen most csinált forradalmat az ő történelmi korszakukban. Éppen most borult föl a világ rendje egy valós történelmi személynek a valós csodálatos élete, halála és feltámadásán keresztül. Az ő hitük nem egy elvont vallás volt, az ő hitük egy történelmi eseményben gyökerező valódi hit volt, egy valóban feltámadott Jézus Krisztusban. Amikor a hitüknek híre ment, akkor ez az evangélium, be vetett hitnek, az örömhírbe vetett hitnek a híre, mégpedig aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Ez az örömhír. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével. Mit csinál Pál? Tanúul hívja Istent. Azt mondja, hogy a szívemből beszélek igazat. Amit most mondok, az nem egy vallásosan helytálló frázis, ami amúgy üres, mert ezt szokták mondani ilyenkor, hanem ő azt mondja, hogy Isten a tanúm rá, hogy a szívemben hogyan gondolkozom. Mert Isten a tanúm, és itt mondja, akit lelkemből szolgálok, mivel szolgálja? A fia örömhírének, evangéliumának a hirdetésével. Persze, mert mi mást érdemes hirdetni? Van más jelentős üzenet? Ha minden elvégeztetett, ha minden meg van oldva, ha minden el van intézve abban, hogy Jézus Krisztus Isten, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, akkor mi másról kell beszélni? Akkor mi van még, ami igazán számít? A többi az csak részlet, és persze az részletekre is jut idő, és foglalkozunk azzal is, de ezt kell, hogy lássuk, hogy a többi az csak részlet. Veled kapcsolatban is mi adja a te értékedet? Az, hogy Krisztus igazzá tett, ahogyan te igaz vagy, és a többi csak részlet. A többi csak részlet. És itt mondja, hogy mert Istenem a tanúm, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok. Mindenkor kérve imádságban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. És ez egyszerű, ez az, aminek hangzik. Pál el akart menni Rómába, találkozni akart velük. És egyébként ez a római levél teljességének az egyik oka, hogy nem tudott elmenni. Itt is írja, hogy már akartam, de nem sikerült. Remélem egyszer sikerül. De most, mivel nyomaszt már engem régóta, hogy nem tudtam elmenni, megírnám írásban, hogy mi mindent gondolok. Megpróbálnám a lényeg lényegét, mindent, ami csak fontos. Egy olyan
közösségnek, egy olyan gyülekezetnek, akiket a szívemben hordok, akikről szüntelenül megemlékezem, akik Isten szerettei és szentjei, akik felé Istennek van egy üzenete, mégpedig kegyelem és békesség, és ahova nem tudtam elmenni, hogy kiigazítsam a hitüket, hogy azt a dicsőséges evangéliumot leporoljam, és amit esetleg ráraktak, amivel megpróbálták megcsonkítani, vagy túlbonyolítani, azt lesimítsam, mert nem tudtam elmenni, azért leírom nektek. Leírom, amennyire csak tudom részletesen, és ezért olvassuk, ezért szeretjük annyira, mert csodálatosan megszabadító, mert mindenhonnan megnézi, meg újra megismétli, és mindig ugyanaz jön ki, mégpedig mi? Hogy Jézus Krisztus minden dolgok mértéke. És hogy az én életem az ő, és ő rajta kívül nincs nekem egyebem. És ez milyen üresen hangzik, ha nem gondolom komolyan. És csak legutóbb beszéltünk a próbákról, és beszéltünk a szenvedésről, és kimondja, Jakab egyben, hogy teljes örömnek tartsátok a különféle kísértésekbe, próbákba, válságokba, szenvedésekbe estek. Micsoda elmevetek gondolat. De nem az, mert a szenvedés közepette válik ez az üres frázis, hogy Krisztus a mindenem. Nagyon súlyos, megingathatatlan valósággá. Tudod, amikor zuhansz, és nem vetted fel az ejtőernyőt, akkor a viszonyod megváltozik Istennel. Amikor a saját erőforrásaid, ezt hívják válságnak, mind kudarcot vallanak, amikor a módszered az életre elkezd nem működni, amikor remélted, hogy majd ha 30 leszek, majd ha 40 leszek, majd ha 50 leszek, akkor befutok, akkor meg lesz, akkor elérem, akkor majd a világ a kövér keblére ölel, és addig fog engem etetni, táplálni, amíg ki nem durranok, és még mindig várok erre a nagy beteljesülésre, és nem jön. Amikor válságba kerül az életem, amikor próbába kerülök, amikor szenvedni kezdek, amikor csak egyszerűen az élet, ahogy én éltem, azt eddig a saját igazságom, a saját elképzelésem alapján önmagamra nézve elkezd nem működni, akkor egyszer csak születik egy igazi nyitottság arra, hogy Uram, Te most tényleg itt vagy? Te mit is mondtál? Hogy te honnan mentetted ki Dávidot mindig? Te mi voltál Dávidnak? Emlékszem, ott valami frázis volt az, hogy milyen szikla, kő sziklája, vagy milyen voltál te neki? Nem is értettem, hogy milyen szikla, meg milyen vár, erős vár, vagy mi? És tudod, hogy zuhanok, vagy tudod, hallom az ellenség közelettét a dombon túl, tudod, fák már remegnek, tudod, a csillár a szobában. Egyenlépésekkel jön a sereg, tudod, jönnek ellenem, jönnek ellened, ugye te hullik szét az életed, és a megporosodott, megszokottá vált hited Istenben, hogy jaja, Isten, jaja, itt van valahol, az elkezd nagyon-nagyon szükségszerűen valóssá válni. Oké, nem valóssá, elkezded remélni, hogy valós legyen. Elkezded újra gondolni, elkezded a Bibliát, tudod, leveszed a polcról. Mi volt megírva, tudod, mi volt megírva? És aztán az imáid, mi atyánk ki vagy a mennyek, mi atyánk, mi, abban én is benne vagyok, atya, te az atya, mi atyánk, akkor ha én az atya, ha te vagy az atyám, akkor nem hagyhatsz csak így itt, hogy a mi atyánk egyszer csak megtelik tartalommal, hogy értem, hála Istennek nem úgy kezdi, hogy mi hajcsárunk, mert a hajcsár az nem jön, de a mi atyánk, az atya az jön, és az ellenség is jön, és az atya is itt van, mi atyánk, akkor kérlek most segíts, mert ha nem segítesz, bajban vagyok, és a válság, a szenvedés csodálatosan leporolja a szívünket, és csak Jelenések könyve jut az eszembe, azt hiszem Laodiciának írja, igaz? Hogy vagy hideg legyél, vagy forró, de langyos ne, mert ha hideg vagy, azzal tudok mit kezdeni. Ha forró vagy, azzal tudok mit kezdeni, de amikor langyos vagy, amikor... Hol vagyok, tudod? Azzal nem tudok mit kezdeni. Úgyhogy akkor felforrósítom egy kicsit a talajt a feneked alatt. Vagy akkor lehűtöm egy kicsit. Mindegy. De kezdjük el komolyan venni egymást.
Mert a laudíciaiak, és ezt akartam mondani, azt hitték, hogy meggazdagodtak. Közben mit mond róluk Jézus? Azt mondja, hogy szegények vagytok, mezítelenek, és vakok, és talán süketek is, sok mindent mondott. Azt nem mondta? Majd mindjárt olvassuk. Vakok. És azt mondja, hogy vegyél tőlem, és vegyél tőlem, hogy legyen neked. És ez az, amit a szívünknek meg kell tanulnia, hogy Jézus Krisztus minden, ő bennem minden elvégeztetett, minden rendben van, de őt vennünk kell. Róma 8.28, a kedvenc versem. Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Hogy ajándékozna nekünk mindent? Mert így olvasom, hogy ne ajándékozna nekünk mindent. Mert a minden az kéne, arra ki vagyunk képezve. Ezért tértem meg? Hát nem ezért, ki az, aki nem ezért tért meg? Hát dzsint a palackból. Hogy értem, és nem egy akármilyen kicsi dzsint, egy mindenható dzsint. Aki ráadásul szeret engem, hát ez a tökéletes dzsint. Szeret engem, csomó ígérete van, hát megtérek, adom a listát, és ő megcsinálja. Hát nem ez van. És reménykedünk egy klassz életben, ahol meg lesz, hogy van, mi atyán ki vagy a mennyekben, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom, amint a földön, úgy a mennyben is. Nem így van a mi atyánk? Az én verzióm így van. Az én verzióm így van. Figyeljetek! És Isten azt mondja, hogy figyelj, nem. Figyelj, nem. Nincs semmid, ha én nem kellek neked igazán. Nincs semmid, tényleg semmid nincs. János 15 erről szól, a szőlőtő. Szóval nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha nem maradsz a szőlőtőn, akkor semmi vagy. Akkor semmi vagy. És tudod, nem vesztem el az üdvösségemet, nem erről beszélek, de elevenen halott vagyok. De olyan vagyok, mint egy partra vetett hal. Olyan vagyok, mint aki elvéti a célt. És Isten azt mondja, hogy én segítek neked. Én utánad jövök, és én ott áldalak meg, ahol Róma 8.28 így hangzik, hogy aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Vele együtt. Ami azt jelenti, hogy őt kell, hogy elsőnek elfogadjam. És a többi csak részlet. És elfogadom őt, amikor megtérek, örök életem van, de elfogadom őt hétfő reggel, hétfő délben, hétfő délután, hétfő este, kedd reggel, kedd délben, kedd délután, kedd este, kedd éjfélkor, szerda reggel, és mondhatnám az egész hetet. És Isten csak segített nekem, és segít nekem mostanában, hogy ez könnyű legyen. Most úgy csinálja éppen, hogy amikor nem ölelem magamhoz Krisztust, akkor úgy érzem, mintha elevenem megnyúznának. Nagyon egyszerű, így könnyű valakit arra tanítani, hogy figyeljen rá, mert ahogy nem figyelek, úgy érzem, mintha elevenen nyúznának. Mintha, igen, ez egy jó szó. És nem jó érzés, nem jó élni nélküle. És amikor ez a fájdalom nincs ott, és egyébként nem tudom, belegondoltatok-e, hogy a fizikai testedben miért vannak fájdalomérzékelők. Mert ha nem lenne fájdalomérzékelő, akkor nem lennénk elég okosak ahhoz, hogy ne tegyünk meg olyan dolgokat, amik ártanak. Tehát például simán rátenyerelnék a sparhertre. És csak a hangból, meg a szagból jönnék rá, hogy hibáztam. Mire rájövök, a bőröm fele már odaragadt a sparherthez, és a kezem nagyon komolyan károsodott. Értitek? Mert nem minden használ, mert nem minden jó. És ugyanígy a szellemi járásomban is egy csomó mindent megteszek, ami nem jó nekem. Például megteszem azt, hogy fogok egy nylonzacskót, ráhúzom a fejemre, és aztán megkötözöm a nyakamon. Az jó nekem? Azt fuldoklásnak hívják. Azt fuldoklásnak hívják. És hogyha nem lenne bennünk a fuldoklással szemben egy reflex, amely
pánikot, félelmet és fájdalmat hoz létre, akkor simán gyerekként hecből meg lehetne fulladni. Ezt értitek? Most igenúgy azt gondolom, hogy Isten, amikor mi éljük a keresztény életünket, és szellemileg fuldoklunk, szellemileg rátenyerülünk a sparhertre, szellemileg elkövetünk olyan hibákat, amelyek csak nincsenek a javunkra, akkor ő hűséges arra, hogy utánunk jöjjön különféle fájdalmakkal. Valamivel, ami világossá teszi, ami megmutatja, hogy épp éhezem, hogy épp alul táplálom magam, hogy éppen nem gondoskodok magamról, hogy éppen elrontok valamit. És az üzenet lényege soha nem az erkölcsi kiválóság. Azt értitek, az erkölcsi kiválóság az a gyümölcse annak, amikor a dolgok rendben vannak. És mikor vannak rendben a dolgok? Mikor vannak rendben a dolgok? Ha Krisztus az első, ha ő benne bízom, ha reggel ő vele kelek fel, hogyha ő vele együtt minden az enyém, hogyha jöjjön el az ő országa, ha legyen meg az ő akarata, ha a mindennapi kenyeremet tényleg kérem, a találkozást vele, ha szerelmes vagyok Istenben. Fura a szó, de amikor utoljára szerelmes voltál, mennyire volt nehéz gondolni ő rá, az őre. Ó, könnyű volt, a szíved odahúzott. És aztán, amikor szeretsz valakit, később a házasságban, amikor a szerelem már hol ott van, hol nincs, akkor is ez a szeretet egy olyan tűz, amely nem alszik ki. És ez a viszonyunk Istennel, ez minden, ez minden. 10. vers. Mindenkor kérve imádságban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek. Azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tiétek és az enyém által. És ez nagyon szép, ez nagyon tetszik nekem. És itt Pál arról beszél, amit mi is mindig mondunk, hogy nincs különbség, hogy egy fél éve vagy hívő, vagy 20 éve vagy hívő. Ha Krisztus a tiéd, és ő van neked az első helyen, és ő ránézel, akkor a te hitedből én épülök. Akkor lehet, hogy te áldasz meg engem, és nem én téged. És tudod, ha én 20 éve, 30 éve hívő vagyok, és visszacsúsztam, és tudod, ez megtörténik, de ha csak egyszerűen nem égek, ha egyszerűen nem Krisztus, légszomjban élek éppen, nem ő van az első, nem ő benne bízom, magamban bízom, a magam útját járom, elfelejtettem őt. Keresztény vagyok én, rövid imával kezdem minden napomat, de aztán igazából olyan felszínes lett minden, olyan közömböst. Ha ilyen az életem, akkor lehet, hogy nem 20 év kereszténység, 30 év kereszténység után sem lesz mit adnom nektek. És ezt mondja Pál, hogy ha van igazi hitünk, ha az Úr van az első helyen, akkor én épülni fogok a te hited által, és te épülni fogsz az enyém által. És csak egy példa, és mindjárt vége az időnk is lejárt, de ezt hadd mondjam, Encsivel beszélgettük az én gyönyörű feleségemmel, hogy amikor így ellaposodik a kapcsolatunk Istennel, amikor Isten úgy arra gondol már, hogy hozni kéne valami frissítőt, valami próbát, valami válságot, valami szenvedést, valamit, ami fölrázza a dolgot, akkor az milyen? Tehát mi az a megszokottság? Ennél, amiről beszéltél, hogy hogyan lehet ezt elképzelni. És ez az eszembe, hogy figyelj, Encsi, ezt ti lányok pontosan tudjátok, hogy ez milyen. Tehát ti pontosan tudjátok, hogy amikor a pasi elkezd olyan... Milyen? Közömbös lenni. Még mindig ott van, még mindig mosolyog, még mindig... Tehát értitek, ő azt kérdezi, mit akarsz tőlem? Hát mindent, kivittem a szemetet, tudod, mindent úgy csinálok, ahogy kell, és tudod, és most mi van, mi hiányzik? Ernő is nevet. Mi pasik ezt értjük, tudjuk, hogy milyen ez. Igen.
amikor csak úgy olyan, már nem az igazi. És aztán persze ennek vannak formái, amikor egyre később jövünk haza, amikor a haverokkal a foci meccs fontosabb, amikor a munka után a kocsmába megyünk, ugye Ernő, hogy mindig megyünk a kocsmába. Soha, igen, viccelünk, nem járunk kocsmába. De hogy a férfi és nő kapcsolat egy nagyon jó mintája annak, hogy milyen lehetne a viszonyunk Istennel. De ugyanígy az apa és a gyermeke kapcsolat. Én pont most gondoltam át, és így eltölthettem a gyerekeimmel egy hétvégét hármasban. Az én gyönyörű feleségem elment vidékre, meglátogatta az egyik tesónkat, és én maradtam a két Manóval. Amúgy is sokat vagyunk együtt, de egész más, amikor csak api van. Api meg a Benji, api meg a Zozi, és mi hárman. És ott megbeszéltük, hogy mit csinálunk, és elmentünk kirándulni, leültünk piknikezni, és beszélgettünk, és csak egyszerűen láttam, ahogy megváltozott a kapcsolatunk egy hétvége alatt. Nyomot hagyott. Ezt értitek? Tehát, hogy értitek? A kapcsolat Istennel nem az, hogy te most mit teljesítesz, és mit nem, hanem hogy milyen a viszonyod vele, ilyen emberien. Hogy van-e egy kirándulás közösen, hogy vannak-e olyan beszélgetések, ahol te kérdezel, és ő válaszol. Ahol nem a mindenről van éppen szó, amit ugye nekünk ígért, hanem ő róla. Hogy Uram, te ki vagy? Te csak úgy, mint a személy, és nem az, amit tehetsz értem, meg amit vársz tőlem, te mint a személy, te ki vagy? Ki vagy nekem? Én ki vagyok neked? Beszélgessünk egymásról. Akkor a bizalmam beléd, mert most már látom, egy pillanatra láttam, hogy ki vagy. Te vagy az, aki, hogy is mondta Dávid, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kősziklám, erős váram. Emlékeztek, hogy reng a föld, legyen a sereg. És akkor most, hogy láttam, hogy ki vagy, hogy láttam, hogy tényleg, hogy neked gyönyörűséget okoz, hogy megvédesz engem. Hogy nem kegyet gyakorolsz, hogy megvédesz engem, hanem te úgy nézel magadra, mint hogy az istenség kötelessége, nem jó szó, természetes volta, hogy megvédlek téged. Féltékeny vagyok, amikor mástól kérsz védelmet. Ezt érted? Mi férfiak ezt értjük. Tudod, leeresztett a kocsi gumia, és mire hazajövök, Encsi már lecseréltette a szomszéddal. Hát ne a szomszéd, és a Rafi mondja, hogy hát ne a szomszéd cserélje le az a kereket, tudod, Mert nem az számít, hogy most le legyen cserélve a gumi, hanem hogy én legyek a hősöd. Tudod, én akarok a hőse lenni a feleségemnek. És ugyanígy Isten akar lenni a mi hősünk. Ő akar a kősziklánk lenni, a szabadítónk, az erős várunk. Ő akar Isten lenni. Azt se tudom, hogy az pontosan mit jelent, de azt mondja, hogy ne legyen Istened én rajtam kívül. Én vagyok a mindenhatód, én vagyok az életed őrzője, én vagyok neked minden, és én teljesen vagyok neked. Én megvonhatatlanul, elronthatatlanul teljesen vagyok neked. De kelljek már neked. Tehát ne legyen már az, hogy én vagyok minden, és te meg kólicálsz mindenhova, minden más felé, minden más megoldás jobban megteszi, csak hozzám ne kelljen jönni, meg bennem ne kelljen bízni. Mert nem ezt csinálja a régi bűnös természet? Ádám, hol vagy? Ádám! Hát hol vagyok? Hallottam, hogy jössz, megijedtem, elszégyeltem magam, elbújtam. Ez a reakciónk. Isten ott be, mi ott ki. És ebből próbál minket kiszedni. És már nem Isten ott be, ott ki, hanem hol vagy, Uram? És kereslek, és megtalállak, minden nap megtalállak, minden órában megtalállak, minden percben megtalállak, mindig megtalállak, amikor kereslek. Figyeljetek, ezt így higgyétek el nekem, mindig megtalálod, amikor keresed. Mindig biztos segítség
a nyomorúságban, ebben a pillanatban és a következőben is. Ezért mondja azt, hogy elég minden napnak a maga baja, hogy ne aggódja holnapért, mert a holnapban én ott leszek. Biztos segítség a nyomorúságban. De ha te a holnapban élsz, akkor ma lemaradsz rólam, mert ma itt vagyok. Biztos segítség a nyomorúságban. És az örömed, örök gyönyörűség a jobbodon, és tudod, a szívünkre beszél. Ő Isten, ő a mi Istenünk, ő a te Istened, ő minden. Ámen. Ámen. Úgyhogy, ha esetleg úgy hallgattad ezt a felvételt, vagy nézted ezt a videót, hogy még Isten nem a te Istened, ha még csak így tűnődsz rajta, hogy mit kezdj ezzel, akkor nagyon-nagyon egyszerű. Kös vele békét. Olyan ez, mint amikor ő hozott neked egy ajándékot, és te átveszed. Amikor nyújtja a kezed feléd, a kezét feléd, és te elfogadod. Hogy higgy benne, kiben a názáreti Jézus Krisztusban, aki a Messiás, aki Isten maga, és azért jött el, hogy megmutassa magát, és hogy kifizesse a mi adósságainkat, a mi bűneinket. Meghalt helyettünk, hogy nekünk soha ne kelljen meghalnunk. És ha hiszel ő benne, mint a megváltódban, mint a helyettesítődben, mint a Messiásban, akkor örök életed van. Úgyhogy mondunk egy egyszerű kis imát, és hogyha ezt az imát te is elmondod, és nem a szavak csak megpróbálják leírni az igazságot, a mögöttes tartalom, hogy Jézus Krisztus érted halt meg, és ha hiszel ő benne, János 3.16, el ne vesz, hanem örök életed legyen. Ha ezt a döntést meghozod, örök életed van. Soha el nem veszítheted. Kezdj el egy új módon gondolni magadra, mint Isten örökösére, fiára, lányára, az eljövendő korok egyik uralkodójára. Úgyhogy mennyei atyánk, kérlek, hogy hallgass meg azt, aki most ezt az imát elmondja, és adj neki örök életet. És te pedig mondd ezt, hogy mindenható Isten, elfogadom a fiadat, elfogadom Jézus Krisztust, mint a megváltómat, aki maga Isten, aki itt járt a Földön, leélt egy bűntelen életet, és aztán meghalt az egész emberiség, és így az én bűneimért is. Elfogadom Jézust, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, Jézus. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. És még értünk is egy gyors imát, akik hívők vagyunk, hogy arra kérünk, Jézus, arra kérünk, Atyánk, hogy add nekünk ezt a frissességet, hogy a hála legyen az első gondolatunk, hogy a bevégzettség, a te teljesítményednek a megkérdőjelezhetetlensége, a teljessége legyen a vonatkoztatási rendszerünk, hogy nem magunkra nézzünk, hanem rád, és magunkra csak a te szemeiddel, hogy megvalljuk gyakran, hogy mi tévedünk, de neked igazad van, és a te igazságod az éltessen minket, hogy te legyél az erőforrásunk, hogy könnyedén bízzunk benned, akár jó időkben, akár rossz időkben. Mert néha hozol rossz időket, ahol muszáj bíznunk benned, de mi szeretnénk érettek lenni, akik a jó időkben, amikor van pénzünk, amikor van egészségünk, amikor jók a kapcsolataink, amikor van saját erőforrásunk, akkor is benned bízunk. Benned bízunk. Add ezt nekünk, Jézus. Add, hogy ne hűljünk ki soha. De legalább langymeleggé ne váljunk, de inkább legyünk forróak, tüzesek veled, és éljünk igazi, csupa nagybetűs életet, éljünk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében, ámen.
Amen. És egy kérés a végére, vagy egy nem is tudom, szólj valakinek ezekről az anyagokról, vidd el a hírt, csak szólj egy embernek, hogy figyelj, eldobod az agyadat, mindig ezt mondom. Olyan hanganyagok vannak fönt, istenlétezik.hu, eredményesélet.hu, rafi.hu, és melyik van még a velünk az Isten.hu, és te nem tudom hány oldal van még, vissza a valósághoz.hu, ott konferenciák vannak, apologetika. Csak tudod, mondd el egy embernek, mondd el egy embernek, és figyelj, megváltozhat az élete. És csak emlékszem rá, hogy milyen volt annó elevenen haldoklani. Emlékszem rá 20 évesen, sikeres vállalkozóként, csak éreztem, hogy tönkre megyek, éreztem, hogy elkárhozok. Oké, bármit is jelentsen ez, csak egyszerűen éreztem, hogy óriási baj van. És emlékszem, egy kazettát kaptam, pásztor Tomás Scheller beszélt rajta, ha nem hallgattam meg százszor, akkor egyszer sem, egyfolytában az szólt, és tudod, és megváltozott az életem. Nem tudok ennél nagyobb dolgot, mint valakinek segíteni, tudod, segíteni életet találni. Figyeljetek, annyi ügyünk van, és bocsássátok meg, hogy még egy picit folytatom, de figyeljetek, annyi ügyünk van, annyi minden van, amit elveszítünk. Hányan veszítettetek már el valamit? Veszítettünk el pénzt, időt, annyi mindent bánunk, hogy elszaladt az idő, hogy elrontottuk, hogy jobban kellett volna. És aztán egyszer csak Isten így megmutatta, hogy figyelj, Sanyi, figyelj, nekem naponta milliók csúsznak ki az ujjaim közül, naponta milliók kárhoznak el, emberek vesznek el. Fáj neked a tékozlás, én ezt értem, de valójában az igazi tékozlás az, amikor emberek mellett megyünk el válvonva. Emberek mellett, akiknek csak az evangélium kéne, csak a jó hír, csak hallaniuk kéne, és hinni benne egy pillanatra, és megmenekülnének örökre. És tudod, nálunk ott van ez a szó is, és tudod, ezzel az anyaggal még lehet annyira egyszerű is, hogy tudod, ha te nem értesz szót egy barátoddal, egy szomszédoddal, egy munkatársaddal, a főnököddel, akkor csak odaadod neki a domain nevet, tudod, és majd Isten elvégzi. Adod a 100-nak, adod a 1000-nek, nyomtasd ki ilyen kis cetlikre, dobáld be a postaládákba, mit tudom én mit csinálni, imádkozz, kér tanácsot Istentől. De csodák történnek, úgy értem, te itt vagytok, hogy kerültetek ide? Most komolyan, hogy kerültetek ide? Úgy, hogy figyeljetek így, hogy Jézus Krisztus építi az ő egyházát, ő csinálja, és szerintem Ernő, senki nem tapasztalja ezt meg jobban, mint mi. Most látjátok, itt vagyunk ebben a teremben, tömeg van, hogy értem, nincs tömeg, itt vagyunk egy páran, és Isten viszi ezt az üzenetet, a szavakat viszi, a Biblia szavai, és emberek százai, ezrei, és lehet, hogy tízezreinek változik meg az élete a világon szanaszét. És Isten ezt hogy csinálja? Csinálja ő egyenesen a szellemén keresztül, de csinálja passzus rajtunk keresztül. Nekem is részem lehet ebben, érted? Kicsi rész, ide állok, ide vonszolom magam. Ernő mond egy zseniális bevezetőt, utána olyan könnyű beszélni, és tudod, és ennyi. De ugyanígy használ téged is. És mi az a nagy hős tett, amit megteszel? Hogy hiszel, hogy csak hittél, hogy komolyan vetted, és megérte szólni. Hallod, eldobod az agyadat, olyat mondanak azon, ott hallgass meg azt az üzenetet. Tessék, itt van. És ha az Úr akarja, az illetőnek új élete lesz. Amen. Vigyétek tovább a hírt. Sziasztok.